Na mondjad, Laci. Köszöntjük kedves nézőinket. Alkossunk egyszerűen nagyszerűt. Nagyszerűt. Nagyon szép, mutasd, Timi. Jaj, nagyon szép, ügyes vagy. Köszöntjük kedves nézőinket, ma egy nagyon-nagyon izgalmas adásunk következik. Mix média képeket fogunk készíteni, egy általános dekorációs ötletet mutatunk be, illetve már egy karácsonyi dekorációs ötletet, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Így van, én is köszöntöm a nézőket. Nagyon-nagyon különleges 3D-s képeket fogunk ma készíteni Timivel. Feszített vászon lesz az alap, amire dolgozni fogunk, viszont megfordítjuk a feszített vásznat, így azonnal egy térbeli hatást érhetünk el vele. Aztán dekopázsolni fogunk, ezt már ismerik a nézők. Nagyon viszont, jól is használják ezt a technikát. Viszont az alapanyagot, amire dekupázsolunk, azt szerintem még nem ismerik. Nem dolgoztunk még vele, Timi? Nekem nem rémlik. Kőpapírra. Na de majd most fogunk. A kőpapír egy nagyon különleges anyag. Így néz ki. Kicsit ilyen gumis tapintása van, és ez egy nagyon strapabíró anyag, nagyon jól bírja a nedvességet, varni is lehet, úgyhogy nagyon sokféle technikához lehet alkalmazni. Nagyon szuper. És igazából sokkal vékonyabb, mint például a dekorgumi, viszont de mint egy picikét. Tehát ez lesz a dekupázsolásunk alapja. Így van. És akkor mondom a kedves nézőknek, hogy mi fog történni. Először is a kőpapírra rádekopázsoljuk ezt a különleges képkeretet, ami egy rizspapír, viszont a rizspapírnak a közép része ki van vágva, és ezzel alakítjuk ki a keretrészt. Nagyon sok szép új rizspapírunk van, Timi. Igen, azt látom. Általános és karácsonyi mintájúak is. És unikornisosak is. Igen. A téli mintákba is nagyon sok stílus közül lehet válogatni. Nagyon sok rózsaszín és türkisz kékes árnyalatú karácsonyi rizspapírunk van. Ezek ilyen cukorka színű karácsonyokat idéznek, illetve nagyon szép kék mintás papírok is vannak. Viszont én egy hagyományos téli képet fogok készíteni, zöld, fehér és piros színű lesz, és akkor Timi, te készítsd el nekünk az unikornisosat, légy szíves. Én ezt a szarvasosat választom, hogy ez lesz a keret az én képemen, és neked pedig a kastélyos. Szuper. Jó. Most azon gondolkodtam, hogy ugye mixmédia képeket már jó párat készítettünk a műsor keretében, viszont a képkeret felhasználásának ezen formáját talán még nem mutattad be, viszont aki élőben követ téged, ő már láthatott ilyet, hogy megfordított képkeretben dolgozol, talán pont egy őszi képet készítettél, így vagy rosszul emlékszek? Nem tudom, Timi, hogy őszi készült-e fordítva. Veled csináltunk őszi képet előről, de igen, szívesen forgatjuk a vásznat. Ez a kőpapír egyébként A4-es és A3-as méretben is kapható, és nagyon könnyen lehet rá dekopázsolni. Nem kell alapozni. Semmi előkészületre nincsen szükség. Válassz egy jó széles ecsetet, Timi. Jó. Mondjuk legyen. Szuper. És hagyományos vagy matt dekupázs ragasztót hagyományos sejemfény. Ha nagyobb felületet dekopázsolunk, akkor először a felső sávot bekenem a dekopázs ragasztóval, itt rögzítem a papírt, és utána pedig sávonként haladok lefelé, így szépen ki tudom simogatni a papírt.
És akkor ugye attól függetlenül, hogy egy új alapot használunk, ezt a kőpapírt minden megegyezik, mint ha például egy dobozra dekupázsolnánk, vagy egy vászonra. Igen, teljesen úgy használjuk, mint hogyha ez lenne a díszítendő felület, de erre még nagyon sok különleges alapanyag fog kerülni. És mire tudjuk még a kőpapírt felhasználni? Füzetborítókra, 3D minták kialakítására, varni is lehet úgy, hogy akár táskákat, akár ilyen kisebb tárcákat, neszeszereket lehet belőle varni, és mosásálló is. Oh. Akkor ez tényleg egy nagyon különleges alapanyag. Hogyha ezzel meg vagyunk, akkor ezt félretesszük, hogy egy kicsit száradjon, mert utána majd vágni fogjuk, és akkor következzen a vászon alapunk. A vászon alapot, mivel ez ilyen natúr színű, nagyon vékonyan átfestjük fehér akrilfestékkel. Sima fehér matt akrilfesték. Nem tudom, hogy műsor keretében beszéltünk-e már róla, hogy a vászon felhasználásában tényleg rengeteg lehetőség van. Hasonló 3D-s hatást érhetünk el akkor is, hogyha a vászon elejét vágjuk föl szike segítségével, és úgy dekupázolunk. Igen, olyan alkotásunk is készült már. Nagyon különleges technika az is, amikor a vásznak vágjuk föl. És annak a rögzítéséhez mit kell használni? Mert ugyan oké, fölvágjuk a vásznat, de mi a következő lépés? Mármint, hogy olyan ívesen megmaradjon. Igen, igen, igen. A vásznat hátulról heavy body géllel kentjük be. A heavy body gél egy nagyon sűrű gél, ami használhatunk ragasztóként is, stencilezhetjük is, és ebben az esetben, amikor a balerinának a szoknyáját kipenderítettük, akkor a szoknya részeket hátulról kentjük be, ahol felvágtuk a vásznat, és kikunkorodott. A vászonnak így a belső részét kentjük be ezzel a heavy body géllel. Ez nagyon klasszul kikeményedett, és megemelte a vásznat. Majd egyszer csinálunk jó, olyat is, jó. Mert az tényleg nagyon jó. Okay. Egy picit rászárítok erre a fehér festékre. Jó? Oké. Okay. Egyébként most is fogjuk használni a heavy body gilt, majd most ragasztani fogjuk vele, illetve 3D a 3D formákat fogjuk ezzel a heavy body géllel kiemelni. Ó, tehát akkor nem csak a 3D lak alkalmas erre, mert ilyet talán már használtunk, amikor a rizspapír bizonyos elemeit kiemeltük, hanem akkor ezt végül is heavy body géllel is megoldható, tök jó. Igen. A következő lépés az az lesz, hogy a képünknek a hátterét ki fogjuk alakítani. Én egy ilyen téli mintás, gyönyörű tájképes rizspapírt választok, ezt fogom ide belülre dekopázsolni. És te mit fogsz, Timi, oda bedekopázsolni? Az unikornisos papírt. Viszont az unikornisos papírból az unikornist először majd ki kell vágnod, jó. És azt újra fel kell dekopázsolnod a kőpapírra. Én pedig megnézem, hogy tudom ezt ide beigazítani. Egy kicsit az ujjammal megjelöltem, hogy én vajon belevághatok a rizspapírba, vagy próbáljam meg középről? Középről, Timi, segítek. Jó, köszönöm.
arra kell törekedni, hogy ugye ezt az unikornist majd rádekopázsoljuk a kőpapírra, utána pedig vissza fogjuk ragasztani oda, ahol az unikorn is helye van, viszont 3D ragasztókockákat fogunk használni, és akkor ezzel szintén kiemeljük a térből, még fokozzuk a 3D hatást. Úgyhogy érdemes nagyon precízen kivágni a mintát. Viszont itt a lába közötti részt nem biztos, hogy érdemes kivágnunk, de azért vág ki, Tibi. Jó. Utána majd megállapítjuk, hogy érdemes volt-e vagy nem. Most annyit beszéltem, hogy a jelölésem eltűnt. Megvan. Vágok, Timi, nem csak neked adtam ilyen nehéz feladatot, ugyanis a kőpapíron a dekopázsolás már nagyjából megszáradt, és én is kivágom belőle az őzikéket is. Kivágtam az unikornist a rizspapíromból. De jó neked, Timi, most kezdtem el. És akkor gondolom beledekupázsolhatom a belsejébe ezt a hátteret. Kell-e itt valamire figyelnem? Igen. Először is ugye arra kell figyelni, hogy nézzük meg a vászonnak a belső részét. Ugye a belső része az kisebb, mint maga a rizspapír, és itt vannak ezen ilyen gyönyörű rózsaminták, ezeket érdemes félretennünk, mert ezekből az elkészült alkotást nagyszerűen lehet díszíteni, ilyen 3D rátétekkel, úgyhogy ezeket is fel lehet külön dekopázsolni a kőpapírra, és egyszerűen csak beledekopázsolod. Jó, oké. És akkor te pedig vágsz közben. Én pedig vágok közben, igen. Így sikerült a belső rész dekupázsolása. Most őszinte leszek, egy picit gyűrött ott alul. Nem baj, Timi. De azt gondolom el lesz takarva. Majd eltakarjuk, jó. Igen. A következő lépés? A következő lépés neked az, hogy az unikornist, illetve a szép rózsákat, azokat feldekopázsolod a kőpapírra, utána pedig készítjük a keretet. Én már a keret résznél tartok. Igen. Ugye bedekopázsoltuk a téli házikót. Kivágtam a szarvasokat, mutatom a kedves nézőknek, hogy a szarvasokat majd valahova ide elhelyezzük a ház elé, és ebből a részből pedig a keretet fogjuk kialakítani, mégpedig úgy, hogy kivágjuk a belső részét. Ez a fenyőfa itt nagyon tetszik benne, Timi. Ezt lehet, hogy itt hagyom a keretbe. És akkor végül is ezzel is lehet fokozni
a 3D-s hatást. Igen, és ezt még ugye tovább is tudjuk majd díszíteni. Ilyen lesz majd a keretnézcsöptény. De jó. Majd utána összehozunk mindent, mindennek. Mert ott látok egy stencilt, különböző festékeket, pasztákat. Úgyhogy még gondolom sok mindent fogunk használni a mix média képünkre. Így van. Ez a mix média, ez egy szuper jó technika, ugyanis nagyon sokféle alapanyagot és nagyon sokféle technikát lehet ötvözni benne. És ami a legjobb, hogy egy csomó maradékot fel lehet használni ilyenkor. Igazából csak arra kell gondolom figyelnünk, hogy ezek az alapanyagok passzoljanak egymáshoz. De még egy ilyen képre különböző 3D-s elemeket is el tudnék képzelni, akár fémrózsákat, vagy ha már téli, akkor hópelyheket. Úgyhogy tényleg sok a lehetőség. Azokat esetleg lefesteni, waxpasztával kiemelni. Jól van, mi végül is ez a lényege a műsornak, hogy mindenkinek elinduljon a fantáziája, akkor veled már sikerünk van. Hát tudod, hogy az egyik kedvenc témám a mix média kép. Közben szárítok egy kicsit. Szárítsál. Lassan minden elemet kivágtunk, megvan a keret, megvannak a belső dekorációk, nekem úgy szintén, mivel folytatjuk a munkát. A következő az az lesz, hogy egy icipici fekete akrilfestékkel a kivágott részeket szivacsecsettel, csak úgy, hogy éppen, hogy van rajta egy pici festék. A széleket körbe tunkoljuk vele, de nem csak ezeknél a mintáknál, hanem itt is a nagy keretünknél. És gondolom ennek az a lényege, hogy így még jobban kiemeljük ezeket a így részeket. Így van. Ezzel még fokozzuk. Egyre csak fokozzuk a 3D hatást. Illetve, aki egy kicsikét ügyetlenebbül vágta ki ezeket az elemeket, mondjuk én, azzal el tudjuk tüntetni a pontatlanságot is, ha jól látom. Még annyi minden kerül rá, Timi, hogy abszolút nem kell aggódni amiatt, hogy bármi hibája is lesz az alkotásnak. Mindig csak egyszerűeket csinálunk. Egyszerűt és nagyszerű. És korábban már biztos beszéltünk erről, de ismételjünk szerintem egy kicsit, hogy azt már tudjuk, mi az, hogy mixed média kép, rengeteg technika alkalmazásával készül el, tényleg a határt körülbelül csak a fantázia szabhatja meg, de mik azok a legközkedveltebb technikák, alapanyagok, amit mondjuk egy-egy ilyen mixed média kép elkészítésénél szoktak az alkotók alkalmazni? Hát mint ahogy a mostani alkotásunknak is, itt a dekopázs adja az alaptechnikát, és ezt díszítjük tovább. Tovább díszíthetjük akár, mint a mi esetünkben itt a rizspapíroknak, a különböző motívumainak a felhasználásával, illetve használhatunk rá egyéb 3D kiegészítőket is. Például használhatnánk dekorgumi hópelyheket, mint ahogy mondtad, használhatunk fémvirágokat. Az én téli képemhez a fenyőgaljak nagyon jó kiegészítők lehetnek, vagy kis tobozok, például száraz termések.
a te esetedben mindenféle csillogó kő és strassz, vagy szatin rózsácskák. A lényeg az, hogy harmóniában legyenek a kép eredeti díszítő elemei az általunk felhasznált díszítő elemekkel. És ugye ezek a díszítő elemek, de hogyha a technikákról beszélünk, akkor miket szeretnek leginkább alkalmazni? Ugye azt mondtad, hogy a dekupázs az alap, de onnantól, hát hogy lépünk tovább? Nagyon-nagyon sok új vegyszer jelent meg a boltok polcain. A mindenféle paszták, mindenféle 3D gélek, úgyhogy ezeket rendkívül jól fel lehet használni ezekhez az alkotásokhoz. Ezenken túl pedig hát a repesztést azt imádjuk, és stencilezni nagyon szeretünk, remélem majd mi is fogunk most stencilezni, majd meglátjuk, hogy fér rá a mi alkotásunkra. Ezekhez a téli dekorációkhoz a hópaszták, a jégzselék, a szivárványpaszták használata az nagyszerű választás. De természetesen minden ünnepnek, minden szezonnak megvannak a díszítő eszközei. De hát a karácsony az a csillogásról szól, a havazásról szól. És ezt majd következő adásainkban a nézők szerintem figyelemmel is követik, hiszen végre elindul a karácsonyi készülődés is. Igen, igen. Mint ahogy már itt el is indul. Igen. Ez csak egy picike fekete akrilfesték, de hihetetlen jól feldobja. Ezzel kiemeltük. Tetszik? Jó. És akkor az unikornist is meg... Nagyon ügyes vagy, Timi. Mindent, mindent. Nagyon jól megy. És akkor, Timi. Igen. Most a háttérhez használhatunk például szivárványpasztát. Vannak neked csodaszép jégcsúcsaid, vagy jéghegycsúcsaid, azokat jégpasztával ki lehet emelni. Hogyha egyébként ez egy általános rizspapírnak is mondható, ez az unikornisos, de hogyha megmutatod a kedves nézőknek, azért itt vannak havas fenyőágak, vannak kis hópelyhegycsúcsaid, itt is, mintha jégcsapok csüngenének. Azokat mind-mind kiemelhetjük hópasztával, jégpasztával. Jó. És az unikornisnak a helyét pedig szivárványpasztával az egészet kikelheted. Rendben. Illetve ezt a vizes részt is ki lehetne emelni egy kis jégpasztával. Mindjárt én is díszítem az én hátteremet. Szerintem én javarészt hópasztával fogok dolgozni. Akkor én pedig megszerzem a jégpasztát, ami talán ő, ugye? Igen. A jégpasztáról azt kell tudni, hogy ilyen nagyon szép irizáló szemcsék vannak benne, és opálos fehérre fog megszáradni. Nagyon jó. Gondolom az alkalmazását hasonlóan kell elképzelni, mint például, amit tavaly használtuk a hópasztát. Igen, többféle réteg vastagságban is felhordható, akár teljesen vékonyan is, de spatulával vagy hurkapálcával vastagabb rétegeket is képezhetünk a felületeken, illetve stencilezni is fantasztikusan lehet vele, és úgy gondoltam, hogy majd a te keretedet ezekkel a szivárvány, illetve jégpasztákkal fogjuk stencilezni. Ha minden igaz, akkor készítettem is ki ilyen csillagocskás és hópelyhes stánciláken. Ezeket a pasztákat lehet-e még esetleg tovább színezni, vagy neki hát mondjuk pont az a lényege, hogy... Tími. De egyébként a repedőpaszta, amit szoktunk még használni, azt például lehet, ugye? Jól emlékszem? Igen, tovább színezhetjük. Mi a fehéret szoktuk egy icipici akrilfestékkel vagy pigmentporokkal lehet megszínezni.
Viszont ha festékkel színezzük például a repedőpasztának a második fázisát, akkor nagyon oda kell figyelnünk, hogy nehogy több festéket használjunk, mint kellene, mert akkor felhígítja a repedőpasztát is, nem úgy fog repedni, ahogy mi azt szeretnénk. Hoztam mindenféle csillámos tollakat, csillámport a hópasztába, ugye az irizáló csillámpor, azt is mondhatjuk, hogy nélkülözhetetlen. Ezekben a mixmédia alkotásokban az a legjobb, hogy mindenki személyre szabottan készítheti el, bár egyébként mindent úgy készítünk, hogy egyedi ajándék válhasson belőle, vagy egyedi otthon dekoráció. De itt a kreativitásunkat szerintem maximálisan kihasználhatjuk, és tényleg néha a legnehezebb megállni a díszítéssel. Igen. Mert mindig jön még egy-egy jó ötlet. Ezekben az összetett mixmédia képekben talán az a legjobb, hogy ugye akik az alkotás szerelmesei vagyunk, azoknak van egy-két dolog otthon felhalmozódva. Egy-két dobozban, és nagyon jó az, amikor egy alkotáson belül szerintem egy csomó alapanyagot, ami otthon van, fel tudsz használni. Azért régebben általában, hogyha készítettek egy repesztett dobozt, akkor azt festették, dekopázsolták, repesztették, ennyi. Most már azért ettől sokkal gazdagabban díszítjük őket. És milyen jó karácsonyi ajándékot lett egyébként mindenkinek személyre szóló mixmédia képet készíteni. Igen, és ezeket remélem ti mi eszedbe jutott, hogy egyedi rizspapírt nyomtatva, akár ugye családi fotókat, vagy barátnőknek fotókat, meg egy-két személyre szóló motivációs üzenetet nagyon jól össze lehet ám kombinálni. Kollégáknak, ti mi esetleg? Igen. Ezek jó ötletek. Elővettem egy másik alapanyagot, ő az unikornisos paszta. Igen, a szivárvány paszta. Amit mindig elfelejtek. Igen. Nem is tudom, miért nem ezt a nevet adtam. Hasonló egyébként az állaga, mint a jégpasztának, de sokkal jobban csillog. Igen, sokkal jobban csillog, és ez ugye átlátszóra szárad, itt csak a hologrammos szemcséket fogjuk majd látni a felületen. Ezek a paszták, egyébként a jégpaszta is, illetve a szivárványpaszta is nagyon jól stencilezhető. És csak halkan súgom meg a kedves nézőknek, hogy ez azért is nagyon jó, hogyha esetleg a vágás pontatlan lenne, vagy elcsúszott volna valakinek. Egy picit a rizspapír valakinek, nem tudom melyikünknek lehet, hogy el lehet takarni azt a részt, ami esetleg fehér maradna, miután oda ragasszuk ezt a központi dekorációt. Jégpaszta, szivárványpaszta megvan, akkor még van itt hópaszta, ugye jól emlékszem? Igen. Akkor ezt is próbáljuk ki. És mondjuk itt vannak nekem ilyen havas ágak, ha jól látom, akkor valószínűleg azt arra kenem fel, mit szólsz hozzá. Nagyon jó meglátás, Timi! Pakolom szépen fel a pasztát, és jól emlékszek, ugye, hogy minél természetesebb hatás elérése érdekében irizáló csillámport szoktunk szórni. A hópasztában minden esetben érdemes, igen. Akkor ezt mindjárt megállítom. A hópasztát érdemes úgy fölvinni, hogy változatos réteg vastagságú legyen. Ezzel szerintem fokozható a valós kinézete. És jól emlékszek, ugye, hogy ilyen kis ütögető mozdulatokkal érdemes? Igen, mert akkor egy picit ilyen lücskös lesz a felülete, és tényleg olyan, mint a frissen esett hó. A hópasztába érdemes a
az irizáló csillámport mielőbb beleszúrni. Mert különben egy idő után, mert gondolom nem tapad bele. Így van. Akkor én már szúrom is. És gondolom ne sajnáljuk a csillámport. Hát te, Timi, az unikornisos alkotásból semmi esetre se sajnál. És tudod, hopp, elfogyott. És akkor azt mondtad nekem, hogy vannak még itt pici hópelyhek, akkor azt fehér akril festékkel, illetve hurkapálcával. Igen. Jó. És akkor végül is a műsor elején azt mondtam, hogy általános dekoráció az egyik, de nem, igazából téli dekoráció lesz mind a két alkotás. De hogyha nem használtuk volna ezeket a különleges pasztákat, akkor lehetett volna általános, Timi, nem? Persze. De örülök, hogy téli. Unikornisos télit még úgyse láttam. És mondjuk tudod, hol tudom még elképzelni ezt a dekorációt, Viki? Üvegvázákon, és nem véletlenül mondom ezt, mert egyszer készítettem egy ilyet, pont nálatok. Igen? És egy hasonló téli kép, amit feldekupázsoltunk üvegre, és így dekoráltuk hópasztával. A következő lépés az a keretnek a rögzítése lesz, és akkor jöjjön a heavy body gear. Jó, én még egy picit pasztázok. Te pasztázzál. Spatulával is felkánhatjuk, de én most hurkapálcával kenem, vagy ecsettel is fel lehet kenni. Tökéletesen ragaszt, viszont egy... picit időigényes a száradása. Ami gondolom meggyorsítható hajszárítóval. Mindenképpen igen. És akkor jól láttam, darabonként kened alá, ugye a heavy body gelt? Hát, hogy mondott Timi? Tehát nem a teljes felületet kened be a keretnek, hanem ja nem, mert úgy is inkább vastagabban kenem, és ahogy rányomom a kőpapírt, akkor érzem, hogy ott szétterül azon a felületen. Ha nincs otthon heavy body gélünk, mivel pótolhatjuk? Folyékony hobbi ragasztó. Egyébként abból a szempontból szerencse, hogy nem szárad azonnal, hogy utána még lehet igazgatni. Illetve még most eszembe jutott, hogy ezért lehet jó ide a kőpapír, mert hogy ez nem fog hullámosodni nekünk, mintha mondjuk kartont használnánk. Így van, mivel ennek nagyon jó a netszívó képessége, ez nagyon jól tartja a formáját is. Képzeld el, Timi, hogy én már a szarvasokat fogom beragasztani. Hogy ugye fokozzuk a 3D hatást. Kétoldalas ragasztószallagot használok. Ami nem egyszerű ragasztószallag, ha jól látom. Ez egy ilyen kétoldalas ragasztó, ami a két ragasztó szallag réteg között egy vékony szivacs réteg van. Többféle vastagságban is kaphatóak ezek a 3D ragasztó szallagok.
akkor gondolom hasonló a funkciója, mint hogyha 3D kockákat használnál. Igen, csak ennek egy picit egyszerűbb a felhasználása, uh-huh. hogy nem azokat a félcentis kis kockákat uh-huh. kell leszednünk, hanem itt magunknak határozzuk meg, hogy mekkora darabokkal dolgozunk, és ez egy kicsit és ha mondjuk haladósabb. Én azt akarom, hogy nagyon-nagyon 3D hatású legyen, akkor akár ezeket a kis részeket egymásra igen, is ragaszthatom, igen. Tehát ezt még tovább lehet fokozni. Igen, igen. Egy kicsit feldíszítjük a hópasztával. Ebbe is jöhet egy kicsi csillámpor, és mindjárt díszítjük a teretet. Igen. Viszont vannak nekünk uh-huh. ilyen szuper jó csillámos ragasztóink. Na hát még ilyet sem használtunk, erről mit kell tudni? Ez kimondottan díszítésre használható, ez a csillámos ragasztó, színes. Uh-huh. Igaz, hogy úgy hívják, hogy csillámos ragasztó, uh-huh. viszont nem ragasztásra, hanem díszítésre uh-huh. használjuk. És a karácsonyi dekorációkhoz szerintem nagyon jól kihasználhatjuk, majd én is használni fogom a téli képnél. Lesznek ilyen kis piros, bogyós 3D díszítések, és majd arra én is használok ilyet. Akár pöttyözni is lehet vele, akár nagyobb felületeket is lehet vele díszíteni. Na, és akkor én úgy gondoltam, hogy a keretet én még hópasztával fogom díszíteni. Uh-huh. Mivel a rizspapírunk egy picit kisebb volt, mint a feszített vászon, a kőpapírral megnagyíthattuk volna hogy, ezt a részt, hogy teljesen befedjük vele, uh-huh. de nekem így egyszerűbb jó, volt. De jó. És akkor ide majd a képkeretnek a szélére hópasztát uh-huh. teszem. Viszont ezt majd színezni fogjuk, méghozzá a média sprékkel. És utána pedig ráragasztjuk a 3D díszítő elemeket, és már el is készültünk. De szuper! Timi? Igen? Te pedig légy szíves, fehér akrilfestékkel kend le a... szélét? Nem az egész szélét, csak a tűzőkapcsokat. Mert hogy mi lesz a terv? Arra egy picit rászárítunk, hogy ugye száraz legyen az akrilfesték, uh-huh. és utána pedig nézzük meg a stencileket, hogy lesz-e közte olyan, ami használni tudunk. Igen. Ó, egy másik kedvenc alapanyag. Ezek a média tinták. Igen. Vizes bázisú. Vizes bázisú. Csodálatosan lehet vele színezni. Egymásra lehet fújni a színeket, majd mindjárt ezt is megmutatom. És ha jól emlékszem, legutóbb az őszi óránál használtuk ezeket a permeteket, és én akkor szerettem bele ebbe az alapanyagba, mert tényleg nagyon fel tudja dobni az alkotásunkat. Ez egy zöld volt, ilyen metálos zöld, uh-huh. most pedig egy antik aranyat fújunk majd rá.
Ennek is gyönyörű színe van. És itt a rizspapírra is fújok egy kicsit. Igyekszek a szarvasokat békén hagyni, de néha rájuk is megy egy kicsi, ilyen kis árvaiak lesznek. Igen. És most ahogy nézem, tehát vannak nagyon élénk színek. Vannak metálok, nem olyan élinkek azok, igen. Ti majd ki fogod próbálni, nagyon-nagyon szép, finom színeik vannak. Én pedig akkor nézek szét a stencilek között. Vannak itt téli termések, téli táj, akkor ez valami virágos. Rózsás. Akkor rózsásat választok. Nézd csak Timi is akkor. Igen. Én pedig ott tartok, hogy majd a 3D kiegészítőket rátesszük. Hát, hogy csak ide alulra teszek, mit szólsz? Legyen úgy. Én pedig gyorsan kérdezek, hogy ezer dolgot soroltál fel, hogy mivel lehet stencilezni, én mivel stencilezzek? Tudod mit, Timi? Stencilezzél mindennel. Stencilezzél egy kicsit a heavy body géllel, stencilezzél egy picit a jégpasztával, és stencilezzél egy picit a szivárványpasztával is. Én úgy csinálnám, hogy például először a heavy body gélt venném föl, mert az ugye teljesen átlátszó. Igen. Így fogod, ráteszed a stáncilt, ide kánysz mondjuk a heavy body géllel. Ez teljesen átlátszó lesz. Akkor utána itt van a jégpaszta. Így, és akkor a következő meg a szivárványpaszta, csak egy kicsit már lehet, hogy arrébb kell majd tenni a stáncilt. Így. Tessék. Jó. Én pedig felragasztom addig a 3D dekorációkat. És ezekkel az alapanyagokkal meglátásom szerint azért kifejezetten jó stencilezni, mert a kevésbé ügyesek, lásd én, ha sokat teszek oda, akkor se fog befolyni a stencil alá, tehát elvileg megmarad a minta, ugye? Így van. Ehhez is kell tudás, Timi. Nehogy úgy érezd, hogy ezt bárki tudja. És ugye most egy saját készítésű stencileteket használom, ami papírból van, és ami nagyon jó benne, hogy ettől függetlenül többször is felhasználható, hogyha az ember megszerítja, miután alkalmazta. Igen, körülbelül 3-4-szer fel lehet használni. És használat után nincs vele semmi egyéb teendő. És ami még szuper jó benne, hogy teljesen egyedi mintákat is el tudunk készíteni. Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy ezt is lehet úgymond rendelni saját minta alapján. Igen, igen. Amíg te szárítod egy picit a stáncél mintádat, addig a heavy body géllel én ezeket a nagyon szép virág, illetve levél mintákat, most egy hurkapálca segítségével, de egyébként ecsetet is lehet hozzá használni. Kiemelem. Amikor ez megszárad, akkor teljesen átlátszóra fog száradni. Hasonló, mint a mintadarabon a rózsák? Így van. És amit még használni fogok a piros bogyó kiemelésére, az a piros csillámos ragasztótól, ami olyan, mint neked volt a kék.
És ebből a ragasztótorból van arany. Igen. És ilyen szikrázó színekkel. Nagyon hát jó. Ezek ilyen igazi karácsonyi igen. színek, a piros, a zöld, az arany, az ezüst. És nem használunk belőle sokat, csak egy picit, szerintem ettől nem lesz gicses az alkotásunk. Jó föl kell rázni, és olyan lesz, mintha jégvirágos lenne Timi a két kereten. És gondolom keverhetem a színeket, vagy mi lehet, mert ne rakjak bele? De nyugodtan, egy és még világos ugye. Kéket is készítettem ki neked. Jaj, de szép, Timi! És még a nagy rózsa. Ahogy keverednek igen. a színek, nagyon jó. Úgyhogy ajánlom mindenkinek ezeket a média tintákat. És olyan, mintha igazi tollszárnya lenne. És még rárakod, Timi, a gyönyörű rózsádat, azt még kiemeled egy kis heavy body géllel. Különleges képeink elkészültek, akkor még összegezzünk a végén, tehát miután a keretet ráraktuk, én stencileztem, te hópasztával díszítetted a szélét, aztán előkerültek a mixmédia permetek, ezzel még egy külön színhatást tudtunk elérni, én a stencilen, te a hópasztán, a legvégén fölkerültek a 3D-s elemek, igen. arra még került heavy body gel, így van. Nálad még a ragasztó, csillámos ragasztótól, csillámos ragasztótól. És talán ennyi, ugye? Szerintem igen. Úgyhogy így néz ki a két egyedi mixmédia képünk. Nagyon szép, mutasd, Timi. Jaj, nagyon szép, ügyes vagy. Bízunk benne, hogy a nézők tetszését is elérte. De igaz egyébként, hogy egyszerű. Igen. Semmi nehézség így nincsen van. Benne. Nem lehet elrontani. És nagyon sok mindent ki lehet próbálni egy-egy ilyen mixmédia kép elkészítése alkalmából. Nagyon ügyes voltál, Timi. Köszönöm. Én is köszönöm, hogy megint valamilyen fantasztikusat alkottunk. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet. Várjuk Önöket legközelebb is, alkossunk egyszerűen, nagyszerűen.